Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves kis testvéremet, jól vagytok? Most már sajnos vége van a nyári szünetnek, lassan iskolába kell mennünk, de azért milyen jó, hogy nyáron is olvashattuk Isten igéjét, és milyen nagyszerű, hogy az iskolába indulás előtt is kaphatunk az Úrtól tanácsot, hogyha szeretjük a Bibliát olvasni. Ma egy olyan történetről fogunk beszélni, ami az emberi indulatokról szól, hogy az emberben milyen rossz, gonosz indulatok lehetnek, és hogy azok előjönnek, hogyha olyasmi történik, ami nem az ember akaratával megegyező. Jézus pedig arra tanítja a tanítványait, hogy meg lehet akadályozni ezeket a rossz indulatokat, hogy felszínre törjenek, hogy kimondjuk őket, vagy hogy megcselekedjük őket abban az esetben, ha Jézus tanácsát kérdezzük, kikérjük. Két tanítvány kopogtatott egy samariai falu házának az ajtaján, és gondolták, hogy éjszakai szállást fognak kérni. Nagyon el voltak fáradva. Jézus egész nap tanított, rengeteg sok ember jött hozzá a problémáival, a bajaival, a betegségeivel. Nagyon súlyos betegeket is vittek Jézushoz, akiken orvos nem tudott segíteni. És Jézus senkit nem küldött el, Jézus mindenkivel szeretettel foglalkozott, és bizony már beesteledett. Jeruzsálembe voltak útba, az úti cél Jeruzsálem volt, már rájuk sötétedett, és úgy gondolták, hogy abba a kis faluba, ott Samariába bekopognak egy házhoz, és biztosan szívesen fognak nekik szállást adni. Hát ki az, aki Jézusnak nem adna szállást? Ha hozzád az Úr Jézus bekopogna, beadnál neki szállást? Befogadnád? Behívnád a házadba, a szívedbe, az életedbe? Nagyon nagy kiváltság az, hogyha Jézus bekopogtat a szívünk ajtaján. Az Úr az ajt előtt áll és zörge. És ha valaki meghallja az ő szavát, és megnyitja az ajtót, oda bemegy az Úr Jézus, és csodálatos áldásba részesül. Igen, Izraelbe mindig befogadták a vándorokat. Izraelbe szokás volt, hogy ne aludjon senki kinn a piac téren vagy az utcán, hiszen sokan indultak egyik városból a másikba, nem voltak menetrend szerinti buszjáratok, se vonat, se villamos. Hát szőrdízelek voltak Szamárháton, Csacsiháton, a módosabbak pedig Teveháton közlekedtek. Jézus gyalogosan ment a tanítványaival, és amikor ezen a háznak a kapuján bekopogtattak, kijött egy nagy dőfes úr, szép ruhába, szakála is volt, nagy bajusza is volt, és megkérdezte, mit akarnak. Mondták a tanítványok, szeretnénk éjszakára szállást kapni Jézusnak és 12 tanítványának. Hová mennek? Kérdezte a házigazda. A két tanítvány, Jakab és János, azt mondták, Jeruzsálembe. Erre aztán még mérgesebb lett az álmából fölébresztett házigazda. Aki Jeruzsálembe megy, annak itt nincs helye, annak a számára nincs szállás nálam, mert én samaribeli vagyok, és Samariában nem fogadják be Jeruzsálembe igyekvőket. Jaj, nagyon megharagudott a két tanítvány. Úgy gondolták, hogy hát ezt nem teheti meg.
Dübe gurult a két tanítvány, János és Jakab. Hát még ilyet? Hát hogy lehet az, hogy őket nem fogadják be? Hát a házigazda az olyan mérges volt, hogy rájuk csapta a kaput, és nagy hirtelen sebben lobbal berohant a házba, még otthon is morgott, hogy ilyet, hogy nem tudják, hogy a szamariabeliek nem fogadhatják be azt, akik Jeruzsálembe igyekeznek. Utálta a hívőket, utálta azokat, akik az Úr Jézust követték. De a két tanítvány, aki Jézus tanítványa volt, rendkívül mérges volt, duzzogott, dohogott, mindenféléket mondott, szitkozódott, rázták az öklüket, hogy majd az Úr ezt meg fogja torolni rajtuk, és eszükbe jutott a jó régi vallásos módszer is, hogy Illés az ellenségeire tüzet kért, és leszállt a tűz, és megemésztette őket. Hát, úgy gondolt ez a két tanítvány, csúnyán is beszéltek, meg is döbbentő, hogy a tanítványok is tudnak csúnyán beszélni. Amikor mérgesek, azt mondták, hogy az ilyeneknek meg kéne dögleni, nem kéne nekik élni. Na, majd szólunk az Úrnak, majd bosszút állunk rajtuk, majd fogja tudni ez a gazember, hogy kinek nem nyitott ajtót. És oda mentek az Úr Jézushoz, és azt mondták, Uram, mit szólnál hozzá, ha mi tüzet kérnénk ezekre a bitangokra, akik nem fogadtak be téged, hogy a tűz a mennyből szálljon alá, és emészze meg őket. Te mit teszel akkor, amikor valami nem úgy van, ahogy elgondoltad? Amikor valami nem úgy történik, ahogy szeretnéd, haragos vagy? Rúgsz, vágsz, csípsz, harapsz, csúnyán beszélsz? Az Úr Jézus másra tanította a tanítványait. Nem tetszett neki a tanítványok maga viselete, és azt mondta az Úr Jézus, hogy nincs bennetek szeretet, nem tudtok megbocsájtani, és hogy nektek csak a saját kényelmetek a fontos, hogyha fáradtak vagytok, akkor minél hamarabb megpihenjetek. Jézus nagyon szigorúan megintette ezeket a tanítványokat. Azt mondta, nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. Két dolog van, amit ezek a tanítványok nem ismertek. Az egyik, hogy önmagukat nem ismerték, a másik pedig, hogy nem ismerték igazán az élő Istent, a mennyei atyát, és nem ismerték a mennyei atya szeretetét. A mennyei atya azért küldte el az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy az emberek ne meghalljanak, ne elkárhozzanak a bűneik miatt, hanem megváltassanak és éljenek. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindenkit megtart az Úr Jézus. Jézus arra tanította a tanítványait, akik nagyon nehezen tanulták meg a leckét, hogy szeressék ellenségeiket, hogy áldják azokat, akik őket átkozzák, és jót tegyenek azokkal, akik őket gyűlölik. Hát most megtapasztalták a tanítványok, hogy milyen egy gyűlölködő háztulajdonos, aki nem nyitja meg a kapuját, és még az istálóba se ad helyet nekik, hogy megpihenjenek. Jézus azt mondta, hogy ne átkozzátok, ne átkot, ne rosszat kérjetek rájuk, hanem áldást. És az a csodálatos ebben, hogy az Úr Jézus a saját életével mutatott példát,
Jézus nem bosszankodott, hanem a szeretetével áldást mondott. És hogy mennyire így volt ez, hogy az evangélium hirdetése eljutott Samariába, amikor Filip hirdette az evangéliumot, akkor megtértek az emberek. És Jézus többször is megfordult ebbe a falucskába, ezen a vidéken, Samária vidékén, hogy az emberek, a bűnösök megismerjék a mennyei atya szeretetét. Volt egy nagy kút ott a város főterén, ahova egy nagyon rossz életű asszony csak a legnagyobb hőségbe délbe ment ki. Jézus éppen ott volt a kútnál, akkor is nagyon elfáradva a szolgálattól, nagyon éhesen és nagyon szomjasan, de amikor az asszonyt megszólította, akkor az üdvösségre szólította meg, a bocsánatra, a kegyelemre, a szeretetre, és ez az asszony valóban megismerte a mennyei atya szeretetét. Ezt olvassuk az igében, hogy Jézus azt mondta tanítványainak, hogy menjenek át egy másik faluba, elmenének azért más faluba. Szállást lehet találni bárhol, ha az egyik helyen nem adnak, akkor majd a másik helyen gondoskodásban lesz részük. De ha kioltjuk egy embernek az életét, az nem pótolható. És Jézus nagyon jól tudta, hogy ő nem elveszíteni akarta a Samaria lakóit, vagy azt a háztulajdonost, hanem ő megtartani akarta. Jézus az ajtó előtt áll és zörget, és ha megnyitjuk az ajtót, a szívünk ajtaját, akkor ő bemegy. Vajon mi megnyitjuk-e az ajtót, ha Jézus kopogtat a szívünk ajtaján? Kívánom, hogy meg tud nyitni örömmel, hálaadással. Micsoda kegyelem és megtiszteltetés az, hogy Jézus belép az életünkbe, hogy nem egyedül, hanem vele járhatunk.